Legalább 2000-en várták a székelyudvarhelyi papkertben kora délután Nyírő József hanvainak újra temetését. Sokan csak a helyszínen szembesültek vele, hogy újra temetés helyett végül megemlékezés lesz. Bocsáss meg nekünk, méltatlan utódaidnak! Az erdélyi magyar írótól különböző magyar vidékek előadói búcsúztak, de a rendezvényen ott volt Kövér László, az újratemetés fővédnöke is. Győzelemre rendelt az a nép, amelyiknek olyan fia van, akinek még a hanvaitól is félnek. Pedig az igazságtól nem kell félni. Azt is meg lehet szokni. Kövér László az újratemetést ért kritikákra reagálva azt mondta, kevesen tudtak annyi lelki erőt adni a székességnek, mint amennyit Nyírő József adott és ad. A megemlékezést követően pedig egy interjúban arról beszélt, hogy a román kormány a magyar kártyát játszotta ki, mindezt azért, hogy elterelje a figyelmet Románia súlyos helyzetéről. Na, hát én nem tudok attól a gondolattól szabadulni, hogy ez az újratemetés, ez egy a mi kormányunk által támogatandó vagy támogatott ottani párt erősítésére szolgált volna a választás előtt. És ez nem jött be. Ugye? Amely pártnak a tiszteletbeli elnöke, Kövér László. Ezt sem értem egyébként. Szóval ettől nem tud az ember ilyenkor szabadulni. Meg helyhatósági választások. Így van. Meg országgyűlési választások. Igen. Én meg ettől nem tudok elvonatkoztatni. Hát, tehát az, hogy... Ezt a másik oldal oldotta meg. Nem Nyírő József személyes pályafutásáról van itt szerintem szó, ez teljesen nyilvánvaló. Nem is az irodalmi munkásságáról, nem is arról, hogy a nyilas parlamentnek a tagja volt-e, vagy sem, mert nem az, hogy semmilyennek volt a tagja. Speciál, igen. Elnézést. Speciál, bocsánat, egy elnézést. A rádióban ezt a kérdést úgy tették fel, hogy a nyilas parlament tagját ugyan miért a jelenlegi magyarországos elnöke búcsúztatja? Hát nem, de bocsánat, én nem ezt nem, tehát itt pontosan az a lényeg, hogy nem erről szól. Itt arról szól, legalábbis én ebbe próbálok meg reménykedni, hogy van két európai uniós tagállam, ahol az egyik fél nem akarja azt megengedni, hogy egész egyszerűen egy 52-ben vagy 3-ban elhunyt embert eltemessenek az adott ország területén. Én abban reménykedem, hogy ez csupán annak a jele, hogy a pont a kormány 2012-es novemberi választásokra minden olyan magyar kártyát kijátszik, amivel támogatottságot tud szerezni. Azért azt nem érdemes elfelejteni, hogy úgy sikerült átbillenteniük a román törvényhozás, talán a képviselőházban, lehet, hogy a szenátusban is a többséget, hogy végül a casus belli, az a marosvásárhelyi gyógyszerészeti karnak a magyar nyelvű tanítási ügye volt, az okozta végül is az ungureanu kormánynak a bukását. Az, hogy felállt az új kabinet, megpróbálták el lehetetleníteni a magyar nyelvű tanításnak a megmentése érdekében tett korábbi kormányzati intézkedéseket, azonnal leváltották az összes magyar prefektust és alprefektust az összes megyéből, és most ez, én egy magyarázatot tudok csak erre adni, hogy a román kormány, a mostani román kormány novemberig megpróbál szavazatot maximalizálni, azt mondja, ez egy remek ügy, ez azt, egy remek azt, ügy azt volt. Azt mondja meg nekem, hogy ha ez így van, akkor miért kellett ezt a egykori nyilas képviselőt odavinni, búcsúztatni, 2000 embert odarángatni. Biztos, hogy ez pont úgy van, miért maga kellett mondja, ebben a helyzetben? Csak nem ők találták ki, hogy nem magas labdát feladni kis a románoknak. Hát nem ár. Ez megint azért... Hát ilyen nincs, akkor nem lehet ennyi naív. Ez, nem naív vagyok. De naív. Szerintem csak provokál minket. Nem, egyáltalán nem provokál. Megsorolja, hogy mit művel a román kormány, és utána azt mondja, hát erre mi mit lépünk, oda visszük ezt a... Nem, ez évek után. Én ezt nem naivitásnak, én ezt egy nagyon-nagyon-nagyon komoly hibának érzem. Tehát, hogy egy vonalra tenni azt, amivel teljesen egyértelműnek kell lennünk, hogy számunkra megengedhetetlen a prefektusok leváltása, hogy a magyar iskolával szembeni fellépés, és utána azt mondanom, hogy is megengedhetetlen, hogy beavatkozik Nyírő Józsefnek a temetésébe a román kormány, akkor beletettem az ellenben egy olyat, ahol egyébként indokolni tud. Mert az utóbbival minimum vitatkozni lehet az utóbbin, hogy szabad-e ilyenkor tenni. A másikat pedig el kell utasítani. Hát igen, de én azt gondolom, hogy ez elhangzott. Két dolog miatt nem állja meg.
meg ez az érvelés eljét szerintem egyrészről azért, mert ez az újratemetést hónapok, ha nem talán egy éve szervezi a Magyarország gyűlés. Akkor nem lehetett tudni, hogy ez valamikor használható lesz? Hát azt előre látni, hogy az ugurjánok nem lehetett az egy év alatt. A parlament szervez. Az egy év alatt nem lehetett utána nézni, hogy kit akarunk. A parlamenti bürokrácia szervezi. Én a fiatalkoromban fakadóan nem merek mindig közbevágni a hölgynek és az urának a szavába, csak ha nem tudom végigmondani az érvelésemet, akkor biztos, hogy én maradok hátrányban. Ez az egyik dolog. Ezt azt mondani, hogy mi ezzel még ezeket a pont a kormánynak ezeket az intézkedéseire még így odadobtuk ezt. Igen. Ez szerintem nem állja meg a helyén, mert időrendi időzítésben más volt. A másik pedig az, hogy megint csak akármilyen Nyírő Józsefnek a szerepe. Valamiért az elmúlt években, 2003 vagy 4 óta, nem azt mondom, hogy Erdély szerte millió szám, de jó pár iskola, utca viseli a nevét, szobrai állnak. Eddig a román államnak nem volt ezzel a problémája. De ha most találták ki, hogy azért, mert ő nyilas, ezért Erdélyben nem állhat, de vagy nem lett problémád vele? Dehogy nem lehet, csak hát nekem itt... De én ezért kezdtem azzal... Nekem is van, de én ezért kezdtem a mondandómat azzal, hogy itt nem arról szól, itt nem Nyírő József személyéről szól de ez a dolog. De bocsánatot kérek, nem lehet függetleníteni tőle. Nem mindegy, hogy milyen eszközzel nyúlok valamihez. Nyírő József, mint eszköz, alkalmatlan arra az én érzékem, erkölcsi megítélésem szerint, hogy a magyar hatalom támogatólag lépjen föl az ő róla szóló ünnepélyes megemlékezésben. Nem alkalmas erre. Na most mondom azt, hogy akkor még egy filmet legalább nézzünk.